Nagyon sok szeretettel köszönjük a kedves nézőket a Tüskecsarnokból. A Roland Ivathát négy nemzet torna következik, méghozzá a magyar válogatott bemutatkozásával. Ellenfelünk az a lengyel csapat, amely a közelmúltban szinte elválaszthatatlan riválisuk abban a divízióban, és amely majd természetesen az áprilisi hazai rendezésű Divízió 1-es világbajnokságon is az egyik riválisunk lesz. Egészséges, akkor ő ott lesz. Ez viszont egy lengyel helyzet. Kapuvasról jön le, és a másodikat már berakják közelről. Lengyelország szerez vezetést a 15. perc végén. Kimaradt a túloldalon egy fél perccel ezelőtt egy nagy helyzet. Most pedig üresen maradt egy játékos a kapu előtt, az még hozzáért Rajna, a kapuvasra csorgott, onnan pedig besodorta Dzsubinszki. Krisztián Dzsubinszki a gólszerző. Dudás tűzerejére kell játszani. Kiegészült a lengyel csapat, és ebben a pillanatban szépítünk Dudás tűzerejével. Igaz, most közelről. Ez nem az ő helye, majdnem egy klasszikus befejező csatár helyét bukkant föl, de a szünetben is mondtam, hogy kicsit improvizálni kell. Dudásnak nem az a helye szerintem ember előnyben, meg alapjátékban sem, de mégis ott maradt. Két lövést már rájátszottunk, szóval azzal, hogy ő olyan helyen tűnt fel, ahol nem szokott. Elég egy Dudás. Ez egyedül a kapus előtt, ott az üres ember, és másodszor is Rajna, de átcsúszik. Hát ez hihetetlen, hogy került oda Aleš Čehura? Amikor elhiszed, hogy felszabadítasz, és kilövöd a korongot, és ilyenkor mindig Zrínyi jut eszembe, de kirohantunk, és mit fogott első második óriási a Rajna, de annyi ideje volt, hogy lejárt a harmadik. Ez óriási védelmi hiba volt. Volt egy elég necces megmozdulás, épp hogy a kék vonalon tudták tartani a lengyelek. Talán ott, amilyenik úgy gondolták, ott hogy már kint lesz, itt, de itt bent tartott a Vajda. És Čehura meg ott le szövekelt. Onnan még átmegy, és még egyszer is a második, harmadik kísérlet. Ronyi elővése, és beleérnek, ott marad a korong, átcsúszik Rajnán, ez is bent van. 3-1 oda. Ha már bejut a korong a veszélyes zónába, és nem tudod kisöpörni, vagy megfogni, akkor ezek ilyen problémák, ez meg egy olyan gól, hogy ők vannak ember előnyben. És nagyon a kiállítás vége felé esett. Dronja ütötte rá. Itt két védőnk van. De Csmielewski az, aki beeveli. Nem tudtuk elsöpörni, illetve Rajna nem tud rá tenyerelni. Tanszoró. Két magyar között elviszi harmadik. Nevető harmadikként Lopuszki. És majdnem gólt lősőt. A második szándékból. Honnan Kalusa indult az akció? Denszero és a védő nem értette meg egymást. Csatár hátra tette a korongot, nemhogy kilőtte volna. Néha ez, amikor nagyon-nagyon meg akarjuk becsülni a korongot. Kivered a palánkon a korongot, onnantól nincs baj. Nem befordul, és a második hullámba érkező fogja beütni.